Na itt is vagyok, skacok, újra. Elnézést kérek az előbbi hibáért. Csak a... Már a mikrofon... Tehát újra kellett indítani teljes mértékben az OBS-t. Valamiért nem... Úgy döntötte, hogy ő nem lesz hajlandó fölvenni a hangomat, és akkor csak az asztali hangot fogja fölvenni. Úgyhogy tényleg nem tudom, mi lehetett a gond, én most beállítottam, újraindítottam az OBS-t, egyből vette a hangomat, szóval I don't know. Úgyhogy mindenkit üdvözlök a mai live-ban. A mai live-ban, ahogy megígértem, egy OMSI 2-es videó lesz, ugye DLPS V4.1-es mappon. Sajnos most nem tartanám senki, mert haverjaim most nincsenek fönt, úgyhogy sajnos egyedül fogunk fogom venni ezt a live-ot. Úgyhogy gyakorlatilag kezdhetjük is, mert már így is így kicsit el vagyunk késve. Ugye most újraindítottam az OBS-t, most azért is késve vagyunk, úgyhogy szerintem kezdjük. Kezdjük a jó kis omszizást. A mai OMSI live-ban velem tart a jó kis Icarus 260-as BPO 319-es autóbusz. Nekem tetszik ez az autóbusz, mert tök jó ilyen búgó hangja van a diffének. Amúgy igen, garázs az köki mögött van. Bocsánat, map készítője így csináltam, majd ezt át fogom tenni. Hogy mondjátok már, Délpest részre, tehát oda a obszervatórium után. Úgyhogy így néz ki a kicsike. Menjünk is be. Műszerfal az ilyen jó kis antik fa műszerfallal rendelkezik a buszocska. Úgyhogy ennyi. Milyen szép. Mondjuk levegőm állig van, de az nem baj, nem érdekes. Üdvözlök mindenkit, még egyszer live-ban, aki esetleg most csatlakozott a live-ba. Úgyhogy kezdjünk is. Ja? Kormányba van nyomva. De jó. Egy történt megint egy kis gép újrarakás. Köszönöm szépen, Marius Roszka. Üdvözöllek a live-ban. Ó, pont innen indulunk, tessék. Kőbánya, Kispest, Alacska. Tökéletes. Akkor mehetünk is. Mikor indulunk? 5 óra 41, vagy 7 óra? Már mennyi az idő? Aha, 7 óra 41, hát akkor még van egy kis idő, de... Indítsuk be a buszt! Belépünk futárba. Lehet, hogy gyerekek, följe veszem a hangot, mert... Egy füles, nem, az maximum van. Akkor... Szerintem a hangkeverőben, mert aha, lement a bizony, lement hangkeverőbe az OMSI-nak a hangja. Úgyhogy Skype ez ilyen hülyeségeket tud csinálni sajnos. Így, hogy akkor... 282, 5, 0, 0... Mi volt a szám? 17. Mindig 17 vagyok. A következő megálló. Így. Kiír valamit. Így van, szépen ki is írja. Szépen kettőnyezeket a hocskai lakótelep. Így. Beállunk a trefre. Szerintem addig szerintem kiléphetetem, mert be fog hűlni itt menet közben. Úgyhogy indítsunk is egy motort. Indulás előtt nézd meg a busz működik. Tudom, meg kell, fake tesztet kell csinálni, tudom. Csak... A rég voltam már Icarusza. Hideg motort nem nagyon szabad túráztatni, úgyhogy maximum 1000-ig pörgetem a motorját. De tényleg egyébként a mapnak a készítőjének a hibája, mert az, hogy tényleg, hogy a mondjuk menetrendeket azokat jól megcsináltad, most nyári menetrend van, de... Még az OMSI-ba is, meg a valóságban is. De ez tényleg ezt a hülyeséget, hogy miért ide köki mögé rakta? Nem is értem, tehát na. Hagyjuk. Nem mondok sem. Na, kezdve van elég levegőnk. Sebesség. Easy fake. És akkor nézzünk egy fake tesztet. Hát, fake próbát. Kicsit megkuzatjuk. És akkor nézzük. Hibátlan. Mehetünk is. Ki a vonalra. Mm,
Ne nézzétek, sorompa nem fog felnyílni, sajnos. Ne, valami hibás valamiért a sorompa aztán nem nyílik fel. De azért megállunk. Hülyek legyünk azért. Mintha felnyílna, de nem fog felnyílni, sajnos. Majd ezt át fogom írni szerintem, hogy felnyíljon. Na, a mapnek készítője tök jól elrontotta, és az egész kökin itt mászkálnak az autók, tök jó. Annyira, de annyira szeretem, nem igaz. De nem lát, tök jól nem látok semmit a naptól. Jöttünk. Majd nézzem az OBS-t, hogy hányra van állítva a streamer. Mármint a FPS, mert eléggé. De pedig 60. Nem tudom, akkor lehet valamit az izébe, bombzóba kéne állítsak. A framerate úgy. Így most lesz jó. Ma már nem is laggol, jó van. Megoldottuk a problémát. Ha bemész a garázsba, felnyílik a sorompó. Nálam nem. Sajnos nálam nem. De ezt majd át kell írjam. Most nem tudom, mert most nyitva van a játék, de ezt majd át kell írjam. De amúgy igen, föl kéne nyílni a sorompanak, ahogy mondod. Na jó, akkor rakjuk be a menetrendünket. Tizenegy 35-kor van indulásunk. Akkor 33-ra tesszük. Akkor 40... 39-re rakjuk. Így. Bocsánat a beakadásért, csak valamit meg kellett nézzek. Valamit meg kellett nézzek a beállításba. De jó, nem jó egy izé tárolt hang se. Mára jó.
Jó van, akkor induljunk. Következő megálló, belső csatári út. Egyébként holnap várható egy, ahogy megígértem, ugye a Garry's Mod Live. Menjél, légy szíves! Akkor nem ennyi, majd megyek én. Ugye, aj, basszus kulcs. Te, ezért nem szeretem én omszívbe az ait. Olyan primitív, hogy nem igaz, te. Meg nem is az, hogy primitív, hanem egyszerűen nem tud vezetni. Gyere, cimbora. Ez nem tud vezetni. Nem tudnak irányt tartani. Rosszul vezet, á? Nem. Ez nem szeretem én omszba azért a fajt. AI-t. De egyébként majd menet közben láthatjátok, hogy itt nem manbuszok szaladgálnak aiként, majd meglátjátok. Nem mondom el, mik szaladgálnak aiként, majd meglátjátok. Nem manok szaladgálnak aiként, meg semmi más fajta busz, majd meglátjátok micsoda. Tudom, gyorsan megyek, itt mindig gyorsan szoktam menni. Felüljáron egy kicsit, ha el szoktam ereszteni az autót. Megnéztem az infót, nincs baj a 262 Airbusszal. Az jó! Egyébként ki hogy van, kinek hogy telik a nyári szünete. Nyári szünetének az utolsó 9 napja, vagy hát most már 8. Én számolom, esküszöm, számolom. Tehát, hey. Köszöntök mindenkit a minden új nézőt a live-ban. Tetszik a live, dobjátok egy lájkot és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Egyébként pénteken várható tőlem és Benny-től, ugye Benny's Channel-től, várható egy ETS live, egy ETS multi live. Várható majd pénteken, ugye csütörtök Garry's Mod, és akkor pénteken ETS. Igaz.
vissza. Na döngessünk egy kicsit. És a vége. Várom a holnapi F1 sajtókonferenciát és a híreit. Én is, Gabesz. Bocsánat, Tomci tölt. Na most mi van? Kifagyott a Tomci, vagy mi a baj? Jó Isten van veled. Hát srác, ne! Ugye nem mondod? Nem mondok semmit, srácok. Nem mondok semmit. Hogy miért mindennek live-ban kell történnie, ezt mondja már meg nekem valaki. Mondja már meg nekem valaki, ezt miért live közben kell tényleg csinálni az omszinak? Miért? Miért? Nem is értem. Menni. Tegnap az LTS nem akart menni. Ma az on-színe... Tegnap igen, mert tegnap live-oztunk ugye Bennyvel. Tegnap akkor nem akart működni, vagy hétfőn nem akart működni a mondjátok már, farming. Kedden, nem, amikor Beninél live voltunk, nem akart működni az LTS, ma meg az LTS, vagy mi az OMSZI kifagy, hát. Nem tudom, miért mindennek live közbe kell kiderülni, tényleg. Nem értem. Belső csatári úr. Ahogy ez a kocsi belém jött. De kedves. Mindegy. Lehet kifolyott a benzin, ja, lehet. Amúgy szóljatok, hogyha egy kicsit vegyem följebb a zenének a hangját, hogyha esetleg nem hallatni, nem lehetne hallani a 260-as miatt.
lakja gyorsabb, egy 260-as, egy kis Skoda. Egyértelműen a 260-as! el vagyok, srácok. Egyébként folyamatos késésben vagyunk, nem probléma. Nem érdekes. Jaj, tesóm. Picit megdobott a patka.
közben a kézi fékemet ütögettem. A következő megálló. Varjú utca. Ahogy a mostani körforgalomban is van, nem arra, nem balra menjünk, jobbra menjünk. Ósászok, 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 jó. Valamiért az egész rész lejjebb került, nem tudom. Nem tudom miért, majd egy. Nem nagyon találkoztam a mai busszal. Csoda. Pedig vannak. Rossz irány. Egy csöppet. Úgyhogy ide befordulunk. Csöppet rossz irányba mentem, gyerekek. Nem érdekes. Nem baj. Ja, amúgy megy ezzel a keresi jelző. Na, ez szép. Szembeforgalom. Jó. Mi a van button? Mindegy. De egyébként ugyanilyen Ikarusok mennének AI-ként is, csak nem tudom, hogy hol vannak.
Egyedi győző. A következő megálló Olt utca. Üdvözlök minden új nézőt egyébként a live-ban, akik most jöttek. Egyébként a mai live úgy lesz, csak nem mondtam semmit, mert figyeltem a vezetésre. Mai live úgy lesz, körülbelül lesz két teljes kör, vagy kettő fél, attól függ. Bár kettőmmel már 2 óra, és akkor 2,5 óra. Két és fél kanyar lesz, aki nézi, nézi, aki nem, de én örülnék, aminél többen végignéznétek. Ugyanilyenne. Visszamegyünk ezzel kökire. Ja, visszamegyünk ezzel kökire, és akkor utána megyünk. Még egy kört. Még egy felett valahova, és akkor onnan garázs. Szívesen. Köszönöm szépen, Pikachu! Én nem nyomom a gázt, majd gurul magától. Sajnos nem, mert úgyis várni kell a zöldre. Thank you.
Üdvözöllek, Aldi Gameplay! A live-ban. Pénteken milyen live lesz? Pénteken LTS live Benny-ből. Melyik évben játszol az OMSI 2-be? Mindjárt megnézem neked. 1994. Automatán állította be. Szívesen. Lakótelep. Semmi probléma. Nyugodtan. Még van benne. Nézzétek csak. Félig van. Jó az. Bírja. Még negyeddel is kibírna egész nap szerintem. Icarus az bírja. Szervusz Pikachu, örültem, hogy itt voltál. Várlak a következő live-ba, holnap. Oké.
Ágya azért lett a Marius Modi, mert én adtam meg neki, mert a Benny megadta az ő live-jában, és így lett. Egyébként szia Benny, üdvözöllek a live-on. Egyébként miért tiltottad le Pikachu 3.3-at, Ádi? Be fogom tenni live után, igen. De jó dugó van. Na most! Csúszik a 260-as! Nem tudom, amit dob a gép. Nem tudom, hányos buszra menjünk. Egyébként rendben, Benny. Bocsánat, srácok, csak fáradt vagyok.
Ops. Na. Sikeresen lelőttem a motort. Ja. Futárba közben nem léptem vissza. Köszönöm,
Bocsánat, srácok, csak valamit gyorsan beállítok a gépen. Na, itt is volnék. Folytassuk az utunkat. Raktam fel tegnap két videót, az jó. Patka. A következő megálló Vali utca. Ráá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 á
Opa, megálló. Bocsánat, elbombultam. Nem láttam. Tér.
De jó, kiürült a busz. Na, és akkor várunk a piros lámpára. Környezőt kimélő vagyok le, és állítom a motort.
Muszáj, mert később vagyunk. A hülye aik meg a hülye lámpák miatt később vagyunk. Azon van, padló. Figyeljétek itt mennyivel fogunk lemenni. És akkor üres. Igen, úgy egyszerű. Megint Délpesten amúgy se szeretem benyomni, mert benyomom, hülyén el van rakva az autók félre, egyszerűen nem lehet közelkedni tőlük. Nehéz betartani a menetidőt. Mi? Ja, amúgy azt hogy tudod nekem miért pattog az összes busz a Délpest pályán? Mert valószínűleg kevés FPS-ed van, és lehet, hogy amiatt. Nem tudom, majd mindjárt dobja a gép, csak be kell álljak a halszákába.
A következő megálló. Még egy 282-es, azt írja. De a többi pályán nem pattognak, akkor nem tudom. Üdv Zeli bácsi! Ha felveszed velem a kapcsolatot, akkor tudok neked ajánlani egy VIP alfa futáros 773-as festési köz 28-as. Az nagyon jó lenne, köszönöm szépen! De Deli egyébként Skype-on gondoltad, hogy felveszem veled a kapcsolatot, vagy hol? Povádám Kristóf, nekem is létszi. Visszatértem. Rendben, Pikachu. Üdv, Ádám. Facebookon? Rendben. Akkor írjál nekem egy... Légy szíves egy Facebook elérhetőséget. És akkor már jelöllek is Facebookon. Rendben, mindjárt. Miért nem indulnak el? Mert fogja az ajtófék. Egyszerű. Be vagy jelölve. Mert mint most vagy bejelölve. Remélem, hogy jót jelöltem be. Jót jelöltem be? Deli bácsi.
Közben nem tudom, hogy mennyi idő van még indulásig. Még van 5 perc, jó. Nem baj. Már töltöm is lefelé. Gyerekek, akkor lehet, hogy váltani fogunk. Van másik viszonylat. Lehet, hogy váltani fogunk Ikarus 280-esre. Úgyhogy addig itt az AMC-ba kinyomom a 260-est. Szálljatok le, parasztok! Egy. És akkor búcsúzunk most egyelőre a 260-astól, de jövök vissza majd egy 280-assal, amin meg lesz. Úgyhogy ezt leszedjük innen. Hogy menjen itt a forgalom, mert megint oda nézzetek. Jézusom, mekkora dugóvonat, oda nézzetek. Jézusom. Ó, öreg anyám, mekkora dugó, baszki. Na, nem mondok semmi. Na, mert már tényleg katasztrófa, tehát hogy... Miért nem tudták benyomni, hogy ne legyen autóforgalom? Na mindegy. Addig viszont ezt a képet adom ki nektek. Ne ilyen semmit lássatok. Az jó.
Mindjárt folytatjuk, gyerekek, csak... Be kell rakjam a 280-ast. Közben addig szól egy kis zene a háttérbe. Bob Adam Krislov, de neked, ha akarod, akkor kifogom. De... Mindjárt berakjuk a busz, gyerekek, és akkor folytatjuk tovább a live-ot. Teszek bele egy Délpest hoffot. Az nem jó. Mi történt vele? Ködbe, gyerekek, mondom, mindjárt folytatom csak. A... futárbemondásokat teszem bele a 280-asba. Egy. Egy gyors játék, újraindítás. Az jó! Ez hibátlan. Mindjárt váltom nektek, gyerekek, a képet, csak hogy rakjam le a buszt. Ma, szép busz. Ügyes vagy. Ez egy kicsit laggos nekem, nem tudom miért.
Jó, egy új újraindítás, gyerekek. Közben gyerekek, akkor folytatjuk. Váltok is akkor Omszira. Nincsen kifogyva. És nem benzin, hanem gázolaj. Mindenki összekeveri. Na, szép. Szép a visszafele is. Következő megálló. Várjátok, hogy gyerekek, be kell állítsam a kormányomon, hogy négy ajtóst is tudjak kezelni. Hát pedig azt kell. Na akkor gyorsan berakom a négy ajtós beállítást. Nem sokáig ital, gyerekek, egy-két dolog csak. Meg kell keressem.
Egy most elméletén működik. Most what? Most nem értem. Tehát beállítottam a door 4-et, neki erre door 3-at nyitogatja. What the fuck? I don't know. Hát akkor ez a busz kijelző gomb, vagy itt ezekkel a gombokkal lesz a harmadik ajtaja nyitva, az kész. Nem tudok más csinálni. Semmi baj. Köszönöm, Kristóf. Akkor be is állítom. Ha megtalálom. Kövicsú Buzdor Front 3 van. Meg Buzdor 4. Megpróbálom ezt. Akkor csinálnám gyerekek, kézzel lesz kezelve, nem tudok mit csinálni. Van ereje. Kettő nyolcvan kettő, ugyanúgy.
1. Nekem sose gurult meg vissza. Hát 182, 184, 282, 284, 183, 193-e. Ennyi. Ezek vannak. Üdvözöl a karcsikám a live-ban. Hogy vagy? Jó? Nem tudom, még... Még nem vittem el a parasztokat, egy métert se vele, szóval még nem tudom. Mindjárt kiderül. Ma mit vezették Karcsikám? Milyen szart vezették ma? Nem tudom miért. Na, jó van. És miért? 280-as vagy 260-as kaptál? Nagyon nem várok rátok benne. Jajik. Nem tudom. Köszönöm szépen, Dali, egyébként a busz nagyon jól megy. És melyik vonalon volt a Karcsi?
Jó, majd megnézem, Deli. Várj, te Délpesten vagy? Vagy hol? Melyik garázsba? És a 284-es vonalon nem szoktál lenni, Karcsi? Aha, értem. Oké, és egyszer voltam ott is eltévedtem. Szegény, sajnálom. Szervusz Kataplé, üdvözöllek a live-ban! Nézzük, mire képes! Figyeljétek, 80! Ennyi a vége, 80! Pedig a Tita az jobban ment. Na mindegy. Te fokoztad le? Egyszer nekem kellett segíteni valami sofőrnek, mert nem tudta, hogy merre kell mennie. Az jó. Ja. Jó, srácok, ezt a távolságot ezt muszáj vagyok visszavenni, mert
ez így nem jó, mert nem látom messziről megállót. Ez nem az, amit Banderaszék használtak, hanem arra, mint eddet, arra, mint teztem. Ja? Ha, az jó. Meg az is jó lenne, hogy ott belerakná, hogy valami meghibásodás legyen a busznak, ajtókkal kapcsolatban, motorral kapcsolatban, vagy valami. Tehát mit tudom én, hogy felforjon a víz, és akkor... Ne engedjen menni a busz, hogy valami, érted? Ilyenek. Retarder tehetné bele. Egy elég szar megállni. Törés is lesz benne, ha minden jó megy. Eddig jön play a barátom. Jeli bácsi. Egyben nem minden időben. Rendben. Mert így marha szarul lehet fékezni retarder nélkül. Csak azért.
Ha azt akarod, hogy forjon fel a víz, szerezd egy váltós buszt és őrültként menj vele. Az jó. Hogyha úgy fel lehet forralni. Na még ez a kör. Még egyszer ki valahova és akkor vége lesz a live-nak. Kettő hatvanas benne lesz, rendben. Kataplay egyébként még egyért írsz, 5 perc szület lesz neked is. A káromkodásért meg 15 perc pihé, igen. Sajnos nem tudok, Kristóf. Jó lenne, de nem tudok. Igen, Márius, hogy szíves vedd vissza most azonnal a kitiltást. Most.
Rendben, Marius Roszka. Te akartad. Pillanat türelmet kérek. Marius Roszka, utolsó figyelmeztetés, nem figyelmeztetünk még egyszer. Légy szíves, vedd vissza a tiltást. Köszönöm szépen. És még egy ilyen, azonnal veszünk le téged a moderátorok közül, jó? Köszönöm szépen. Viszont sajnálom, srácok, szerintem itt lesz vége a live-nak, mert még egy helyre el kéne menjek és nem fogok odaérni. Tényleg nagyon sajnálom, még maradnék, csak nincs időm. Tehát, jó, tudom, mennyire terveztem, csak késő jöttem sajnos, sajnálom tényleg. Nem tudom, Benny. Nem hiszem. Azt nézem. És nem lehet valahogy semmit se csinálni. Nem tudom. Úgyhogy még egyszer tényleg nagyon sajnálom, skacok, hogy most lesz vége a live-nak, de még el kéne menjek egy helyre, és nem fogok odaérni időben, mert meg lett beszélve egy találkozó, és
nem kalkuláltam bele a live-ot. Úgyhogy sajnálom tényleg, srácok, legközelebb be fogom pótolni. Majd berakom a videó leírásába, és akkor mindig kint lesz. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, srácok, hogy ebben a mai rövid live-ocskában, hát tényleg sajnálom, hogy ennyire rövid lett, de mondom, nem számoltam bele, hogy ilyen, tehát ugye hosszú lesz a live, és így már nincs időm sajnos, úgyhogy tényleg még egyszer elnézést kérek, úgyhogy holnap meg lesz tartva a Garry's Mod Live, viszont az is ilyen kb. Két órás, már két és fél órás lesz, azt nem tudom, hogy az pontosan mennyi. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a live-ban, a következő live-ban találkozunk, ami holnap lesz, és pénteken is lesz majd egy live. Úgyhogy szerintem igazából ennyi volt ez a live, mert mondom, tényleg mennem kell, meg más dolgok is vannak még az életben, és most sajnos már nincs többre időm ma, úgyhogy akkor ugyanúgy délután 2-kor, mint ma. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a live-ban. Találkozunk a következő live-ban, ami holnap lesz. Addig is viszont. Sziasztok! Hanging by a thread, hung upon all the words you said. Breaking free from this conformity that you force on me. Everything I do is one big show. It's about damn time that I take control.